Az üzlet az, hogy otthonában beszélt nekünk férje hirtelen elvesztéséről, ezt hogyan tudta feldolgozni, és közben egy egész gazdaságot, vállalkozást és családját működtetni. A szeretet, ami körbeveszi, hatással van mindenre és mindenkire, aki ide látogat. Sokkal több a férfi energia bennem, és ugye most értem be arra, hogy tombol bennem az, hogy most már nő lehessek, és ezt az igazi női energiát, ezt a minőséget megélhessem. Hát hosszú út vezetett, tehát én sem mai gyerek vagyok már a koromnál fogva, de nagyon végülis minden időszakomnak megvolt a maga jelentősége, hogy hogyan alakultam át. Ugye amikor megszülettünk, akkor mi vagyunk a királynők, a királylányok, a kis habos-babos ruhával, magas sarkú cipőkkel, a anyukámnak a cipőjét biztos próbálgatta minden kislány. És ugye akkor még bennünk van ez az eredeti szép női energia, amivel születünk, minden kislány születik ezzel az energiával, csak aztán az idővel ez átalakul. Egyrészt a rengeteg szabály, amit hoznak, hogy ezt ne csináld, azt ne csináld, amazt ne csináld, és ugyan letörik ezeket az energiákat a kislányokban már rögtön. Jön a trollkodás, főleg a mai világban, amik vannak már óvodában, ugye a gyerekek, amit csinálnak egymással. Nekem szerencsém volt, mert én úgy nevelkedtem föl, hogy mi viszonylag elzárt voltunk gyerekkorunkban, mert édesapám az erdészvadász volt, és ebből adódóan mi tanyán éltünk. Tehát én erdőbe születtem, én a környezetem az csak a természet vett körbe, nem volt szomszédunk, viszonylag távol voltunk a falutól is, amikor már oda kiköltöztünk Pörbőjre. Tehát mi már olyan kis zárt közösségben voltunk, és nekünk meg volt a magunk kis világa. Egy kis védett kis burok világunk meg volt, és most nagyon örülök, mert végülis ugyanolyanban élek, mint amilyenbe születtem bele, úgyhogy sikerült kis kanyarokkal elvétve, de sikerült visszatalálnom ahhoz, amiben beleszülettem. Ezt a finom női energiát a Föld hozta meg. A Föld. Tehát, hogy ide költöztünk, itt sincs olyan sűrűn sok szomszédunk, gyönyörű szép a kilátás, iszonyat jó energiák vannak itt. Én imádom azt, hogy szélcsatornában vagyunk, itt minden mozog állandóan, minden mozgásban van, és végülis az életnek ez a lényege, hogy mozgásban legyen minden. És itt kezdtem el a növényekkel foglalkozni, folyamatosan tanulok. Én előtte egy kapavágást nem csináltam, teljesen más életvitelt éltem. Most jó lenne a tanácsa, a sok-sok tanácsa a maminak, hogy ő hogy művelt kertet, mert ők még abban a hagyományos világban, ugye, hát hány évvel, 50 évvel ezelőtt, tehát ők még teljesen másképp gazdálkodtak. Jó lenne most a tudását úgy magaménak tudni. Nem én vagyok az, aki kivonja a karját, és itt vagyok, és így győzni akarok mindenki felett. Én már nincs bennem ez a vágy, hogy ez a harciasság nincs bennem. Nem mondom, hogy teljesen elmúlt, mert szerintem egy egészséges harciasság mindenkinek kell, hogy legyen, de átváltozott az a minőség. Ugye nekem azért elég sok kihívás volt az életem során, és két és fél évvel ezelőtt a férjem az eltávozott, és hát itt maradtam 3,5 hektáron. Belekezdve elég sok mindenben, tervekkel tele, hogy fogjuk fölépíteni az életünket, és hogy fogunk itt egy önállátó gazdálkodást csinálni. Félbe maradt építkezések, félbe maradt telepítések, és hát hogy fogom tudni én ezt átvenni, úgyhogy én egyedül csináljam. Hát meg voltak a hullámvölgyeim, meg volt az, amikor teljesen padlóra kerültem, hogy most mi lesz velem, hogy fogok ebből fölállni, és szép lassan minden nap erősítettem magam, hogy ezt is meg tudom csinálni, azt is meg tudom csinálni, és apró célokat tűztem ki. Tehát azokat a nagy terveket, amik voltak a férjemmel, teljesen lebontottam icipicire. És amit láttam, hogy az egészségem és a kapacitásom már nem fog bírni, elengedtem. Itt a Málnácska, őt megmutatom, mert ő kezdett el finomítani a legjobban. Hogy ez a cica mire képes, az egy csoda. Ő engem választott,
valamelyik szomszédunkból jött át, és azóta egyszerűen ezt a lágyságot, ezt a finomságot, amit egy cica tud, meg a határokat, a határok megszabását annyira szépen tanítja, hogy nagyon. Úgyhogy ő az, akivel nagyon sokat is a kislányomon is látom. Ő cica gyűlölő volt. Volt, ő nem szerette, tehát ő ki nem állhatta a cicákat, és ő rajta is nagyon sokat finomított. Tehát az állatok azért nagyon sokat tesznek annak érdekében, hogy változunk. Tehát az állatokkal való foglalkozás is nagyon sokat segít. Marcsi és Jani a nap 24 óráját közösen töltötték. 22 évet éltek úgy, hogy mindig volt beszélni valójuk, de csak simán a csöndben is tudtak együtt lenni. Ha valaki egyedül van és pár kerest, akkor ne a másik felét keresse, ne a jobbját, vagy bármiét, hanem egy olyan embert, egy olyan férfit, aki mellette van, és egymás mellett haladnak együtt, és a kettőjük energiájával, a kettőjük varázsával még többet tudnak létrehozni, és még többet tudnak adni a világnak, meg önmaguknak is, meg egymásnak. Tehát én most már úgy látom, hogy mi ezt azért meg tudtuk csinálni velem. Pedig én mindig azt mondtam, hogy az én másik felem, ő nem a másik felem volt, hanem az ő nekem a társam, a párom volt, és egyenrangúan mentünk egymás mellett, és vittük egymást. Marcsi megosztotta velünk nőnapi üzenetét is. Ha most elnézem a nőket, és magát a női társadalmat, hál' az Istennek azért most már egyre több nő érzi azt, hogy nőként szeretne már érni, és nem a harcos mi voltját szeretné, nem az egyenjogúság érdekli, hanem azt, hogy nőként megélhesse, és női minőségben élhesse az életét. Én úgy gondolom, hogy az önelfogadás egyrészt, az önszeretet, és az önmagunknak való megbocsájtás, ami hatalmas erőket tud felszabadulni, felszabadítani bennünk. Tehát én mindig azt hittem, hogy majd másnak kell megbocsájtani, és pont a párom elvesztésével volt az, amikor leesett a tantusz, hogy nekem nem másoknak kell megbocsájtani, hanem önmagamnak kell megbocsájtani, hogy egy adott helyzetben valamit nem láttam át, nem vettem észre, vagy hagytam, hogy valamit megtegyenek velem, hogy erről nem a másik tehet, ezt magamnak kell megbocsájtani, hogy én nem voltam elég éber, és nem voltam elég figyelmes esetleg, és én ezt hagytam, hogy ez megtörténjen velem. És amióta én ezzel a szemlélettel vagyok, nekem sokkal könnyebb. Nekem sokkal könnyebb. És lehet, hogy ezek olyan magas léptű szavaknak tűnhet másoknak, de remélem, hogy másoknál is leesik ez, hogy valóban önmagunknak kell megbocsájtani.